üdvözlöm a nézőket, lássuk, mi mindenről lesz szó ma. A helyi költségvetésből szerzett be aszfaltozógépet az önkormányzat, az üzembe helyezésre azonban várni kell még. Elsőként mosógépet és ruhaszárítógépet adtak át a mentőszolgálatnak, a Segítsünk a Gyergyói medence lakóinak szolidaritási alapból. Fegyelmezetten vegyünk részt a barka szentelésen, ne menjünk ki az utcára vagy a tömbház elé, ezt kéri a hívektől a főesperes. Helyi költségvetésből szerzett be aszfaltozó gépet az önkormányzat, a munkagép már a városban van, az üzembe helyezésre azonban várni kell még a járvány okozta helyzet miatt. A mellékgazdaság udvaránál az az aszfaltozógép, amelyet már évek óta tervez beszerezni az önkormányzat. A kamera kedvéért bontották ki a vadonatúj munkagépet. Mondhatnám azt is, hogy történelmi pillanatoknak vagyunk a tanúi, hiszen egy olyan gépet sikerült megvásárolnunk, amely jelen pillanatban nagy hiányt fog pótolni, egy aszfalt feldolgozó és újrahasznosító gépet vásároltunk. Tudni kell ezt róla, hogy ez egy kisebb kapacitású gép, amelynek esetleges célja az, hogy a felmart hideg aszfaltot, már elhasznált aszfaltot újra tudjuk hasznosítani, hozzáadunk kisebb mennyiségű bitument, és újszerű aszfaltot fogunk tudni belőle gyártani, amit a város utcáira fogunk tudni elhelyezni. Amint említettem, ez egy kisebb kapacitású gépről beszélünk, nem fogja ez helyettesíteni a nagy volumenű munkálatokat, azt a célt fogja szolgálni, és az is a szándékunk vele, hogy elsősorban az utátvágásokat és a kisebb fortozásokat tudjuk házilag is megoldani, a városi nagy munkálatok azok még mindig a külső kivitelezőkre lesznek bízva. Egyelőre még várni kell arra, hogy munkába állhasson az új eszköz. Örömünknek adunk hangot, hogy megérkezett a gép, Lengyelországból szállították le. Új gépről beszélünk, mi kellene ezt első alkalommal is beindítsuk, ilyen még a környéken nincs is, tudomásunk szerint az országban is nagyon kevés van, ha van egyáltalán, de önkormányzatoknál nem igazán. Viszont a vírus által előidézett helyzetnek köszönhetően sajnálatos módon még várnunk kell a beüzemelése, hiszen Lengyelországból kell érkezzen az a szakember, aki felkészíti a hivatal embereit, kiképezi erre a munkára. A jelenlegi rendelkezések értelmében, amennyiben Lengyelországból ide érkeznek, akkor 14 napos megőrzésbe kellene bevonuljon, éppen ezért ezt most nem tudják vállalni, és amihelyt a lehetőségek úgy adódnak, akkor elérkezik a városunkba, és meg is tartja a felkészítőt. Egyébként most már azon is gondolkodunk, akár egy online felkészítésben részesítsen minket, hiszen azt szeretnénk, hogyha minél hamarabb üzembe tudnánk helyezni. A gépre közel 160 ezer lejt költött az önkormányzat a helyi költségvetésből közbeszerzési eljárás útján. Hétfőn elkezdődik a lépcsőházak fertőtlenítése Gyergyószentmiklóson. Az önkormányzat munkatársai fogják a munkálatot elvégezni. Azt kérik, a hétvége folyamán lehetőség szerint minden lépcsőházban végezzenek alapos takarítást, hogy a fertőtlenítés hatékony legyen. Folyamatosan tartja a kapcsolatot az a héttagú bizottság, amely a főesperesség által létrehozott szolidaritási alapba érkezett felajánlások elköltéséről dönt. Elsőként mosógépet és ruhaszárítógépet adtak át a mentőszolgálatnak, hogy az ott dolgozók biztonságban tudhassák családjaikat. Jelentős összeg gyűlt már is abba a szolidaritási alapba, amit a gyergyói főesperesség hozott létre a gyergyói kórház és a mentőszolgálat megsegítésére, hogy felkészült lehessen a járvány alatt bármire, és az egészségügyi alkalmazottak is biztonságban érezhessék magukat. Elsőként a mentőszolgálat kapott a begyűlt összegekből mosógépet és ruhaszárítót. Amint tudjuk, egy héttel ezelőtt létrehoztunk egy szolidaritási alapot, Segítsünk Gyergyói medence lakóinak nevű alapot, és ebbe az alapba a mai nap begyűlt 66 ezer lej és 250 euró. És ebből a pénzből lett megvásárolva a mentőszolgálathoz egy mosógép és egy szárítógép, hiszen az itt dolgozóknak nagyon fontos a biztonság szempontjából is, hogy a szolgálati ruhákat ne kelljen hazavinni és otthon mosni, tisztítani, ezért itt a mentőszolgálat központjába elhelyeztük a mosógépet és a szárítógépet, amit majd fognak használni. A mentősök számára nagy segítséget jelentenek a gépek, hiszen így jobban óvhatják családjaikat. Ez nekünk a munkánkat nem is annyira könnyíti, mint amennyire biztonságos az itt dolgozók számára, hogy nem szükség hazavinni a munkaruhát, hanem itt meg tudjuk mosni, meg tudjuk szárítani, ezzel védve a családot otthon, gyerekek, idősek, kinek milyen lehetősége volt, mostanig haza kellett vigyük, de most gondoljuk, hogy ez így nagyon, nagyon hozzá fog segíteni a védelmünkre, fog szolgálni.
A vállalatok, szervezetek, magánszemélyek által felajánlott összegek elköltéséről egy 7-tagú bizottság dönt. Az adományokat továbbra is várják a képernyőn látható bankszámla számokra. Volt egy bizottsági gyűlésünk, ahol döntés született, hogy a kórház részére rendelünk védőfelszereléseket, ruhákat, maszkokat és ami a szükséges dolgokat. És kérjük most ezzel alkalommal is a kedves tévénézőket, hogy a szolidaritási alapot mindenki erejéhez mérten töltse fel, segítsen bennünket. Eddig több vállalkozás, különböző szervezetek adakoztak nagyobb összegeket, és nagyon sok magánszemély is hallgatott a felhívásra. Összegtől függetlenül minden adománynak örülnek, hiszen most valóban szükség van a támogatásra az egészségügyben. Szemérdek védőfelszerelés beszerzésével segítik ebből az alapból a kórházat is. Sebészi és védőmaszkok, köpenyek, kesztyűk, kezes lábasok szerepelnek többek között azon a listán, amelyet közzé is tettek a nyilvánosság számára. A beszerzési ár egyelőre tárgyalás kérdése, ahogyan az is, hogy áfát és vámat kell-e fizetnie a főesperességnek. Azt kérik a lakosságtól, továbbra is támogassák ezt a kezdeményezést. Azt írják, idézem, a Gyergyószentmiklósi kórház felszereltsége sokat javult az elmúlt években, de a járványra való felkészülés nem szerepelt a beruházások között, ezért ezt kell erősítenünk. A közös összefogás lényege, hogy segítsünk védekezni az egészségügyben dolgozóknak egészségük megőrzésében, hiszen ők tudnak a Gyergyó medencéieknek a rendelkezésére állni, ha a járvány térségünkben is fokozódik. Pontosítja a főesperesség a barkaszentelésen való részvétel szabályait. Arra kérnek mindenkit, hogy se az utcára, se a lépcsőházak elé ne menjenek ki a szentelés idejére, nehogy megszegjék a kijárási tilalom szabályait. Mint tegnapi napszemlénkből tudhatják, házhoz megy a barkaszentelés ebben az évben Gyergyószentmiklóson. Ez tulajdonképpen főpróba is a húsvéti eledelszentelésre, ezért fontos, hogy a legnagyobb fegyelemmel vegyenek részt a hívek a folyamatban, és tartsák be az előírásokat. Ma újból felhívták a figyelmünket, hogy mennyire fontos az állami intézkedések, amely kemény büntetéssel is járnak, ha 3 személynél több van együtt, és hogy nehogy a pimpó szentelés alkalmával ilyen büntetéseket rójanak ki akár ránk az egyházra, vagy a személyekre. Ezért arra kérjük a kedves híveket, hogy mindenki maradjon a kapujában, vagy esetleg ki is teheti a pimpót, és utána, ha fázik, mert hideg van, akkor utána mi elhaladtunk, amit csengettyűvel jelezzük, és utána aztán beveszi a pimpót, hogy ne fázom meg. A másik fontos dolog pedig lenne az, hogy a tömbházakban nem jöhetnek le, mert ott is akkor többen vannak. Ezért azt javasoljuk, hogy az ablakokat nyissák ki, vagy tegyék ki, ott is jelezzük a csengettyűvel, nagyjából az óra is közölve van, ezért a kedves hívek nagyjából tudják, hogy mikor van. Esetleg, ha valakinek gondja van, akkor bízza rá a rokonra, vagy egy család megszenteltethet többnek a pimpóját is, több családnak a pimpóját is. De a tömeges együttléttől óvakodjunk, ez annak a veszélyét is magába hordozza, mert ha egy ilyen jelentés megy, és ezt dokumentálják is, nem csak a büntetés lesz, hanem akkor az ételszentelést sem fogjuk tudni megtartani, mert akkor le fogják tiltani. Képújságunkban megtalálható, hogy mely utcákban mikor várható a barkaszentelés, mindenki időben kiteheti a barkát. Előtte a szentmiséket zárt ajtók mögött megtartják, az áldás érvényes mindenkire. Szertartást minden templomban elvégezzük. Az áldás minden templomban megtörténik. Ez az áldás érinti az egész Gyergyót. Maga a szentelés, a szentelt víz hintés pedig len akkor történik, amikor ott vagyunk. De ha valahol nem is érintette a szentelt víz a barkákat, akkor is részesültek az isteni áldásban. Ez már olyan pimpó, mint amit eddig is szoktunk használni a szentelés után. Köszönjük a megértésüket, köszönjük az imádságot, és imádkozunk egymásért, maradjunk otthon, és vigyázzunk egymásra. Bizonyára minden katolikus fontosnak tartja, hogy a húsvét reggeli eledelszentelést is hasonló módon meg lehessen tartani, ezért fontos, hogy jól vizsgázzon virágvasárnap a közösség.
A Gyergyó TV-n keresztül bárki bekapcsolódhat a virágvasárnapi szentmiségbe. Vasárnap reggel 9 órától a Szent István templom ünnepi szentmiséjét közvetítjük élőben, déli 12 órakor pedig a Szent Miklós templomba kapcsolunk, onnan is élőben közvetítjük a szertartást. Délután 18 órától az unitárius, fél héttől pedig a református istentiszteletet láthatják felvételről. Tavaszi nagytakarítást szerveznek Gyergyószentmiklóson a következő napokban, ezúttal is díjmentesen szállítják el a kertek rendbetételéből származó hulladékot. Tavaszi nagytakarítást szerveznek Gyergyószentmiklóson, a magánházaknál is, a tömbháznegyedekben is ingyenesen elszállítják a kertekből összegyűjtött zöld hulladékot, fanyesedéket. Sajnos, hogy az idén ilyen különleges körülmények között kell megoldjuk a takarítást, nem tudunk nagy csapatot összealakítani, hanem így mindenki személyenként megoldja, és azt a döntést hoztuk meg, hogy mindenki egyénileg gyűjtse össze az ágnyesedéket, meg a lehulló leveleket, még ami maradt az őszről, és telefonbejelentésen keresztül el fogjuk szállítani. Úgyhogy a megszokott telefonszámokra lehet hívást megtenni, és akkor kimegyünk. Itt viszont azt kérjük, hogy legyen utca, meg házszám, és hogyha lehetőség van, egy telefonszámot is hagyjanak, hogy ha nem érjük el valakit azonnal, akkor vissza tudjuk menni, és telefonon keresztül mindenkitől tudjuk összeszedni az ágakat, meg a leveleket. A tömbházak előtti kiskertek takarítása bizonyára sokaknak fejtörést okoz a kijárási tilalom idején. Most nem lehet kalákaszerűen végezni, mint máskor, de aki tiszta környezetet akar, bizonyára most is meg tudja oldani. A tömbházlakóknak picivel nehezebb, mert ugye ott van inkább a nagyobb közösség is, ott tudna több ember összegyűlni. Hát ott is, aki veszi a fáradtságot és a leveleket meg az állakot összegyűjti, azt megkérjük, hogy ugyanúgy, mint más alkalmakkor a kukák mellé tegyék ki, és csak kimondottan az állakot meg a leveleket külön, és azt elvisszük mi az önkormányzat. Fontos tudnivaló, hogy a szemetes kukák mellé kirakott háztartási vagy bármilyen más hulladék elhagyott szemétnek minősül. Azt kérik, figyeljen jobban a lakosság arra, hogy hová teszi a szemetet. Az élő színházi előadások felfüggesztésének idejére a közönség szavazatai alapján áprilisban virtuálisan újra műsorra tűzi korábbi előadásait a Figura Stúdió Színház. A hónap folyamán a közönség döntheti el, hogy a társulat mely előadásait szeretné a saját otthonából megtekinteni. Minden hétfőn 4 címet bocsájtanak szavazásra. Ezek közül csütörtök délig lehet megszavazni azt a produkciót, amelynek a felvételét a soron következő hétvégén online közvetítésként tekinthetnek meg az érdeklődők. A közönség szavazatai alapján ezen a hétvégén a Vágyvillamosa című előadást tűzi műsorra a Figura Színházi mozia pénteken, szombaton és vasárnap is este 19 órától kezdődik a vetítés. Április 1-től kezdődően igényelhető a kényszerszabadság. Ez az intézkedés jelentheti az átmeneti megoldást sokak esetében, akiknek tevékenységét ellehetetleníti a koronavírus járvány. A juttatást nem az érintett vállalkozás, hanem az állam fizeti az alkalmazottaknak. A kényszerszabadság utáni juttatás nem haladhatja meg a bruttó hazai átlagbér 75%-át, vagyis a 4072 lejt. Ebből az összegből levonják az adót és a társadalombiztosítási járulékokat, közölte március 31-én az Országos Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökségek tevékenységét koordináló munkaügyi államtitkár Alin Ignát. Míg a nagy, illetve a kis és közepes vállalkozások a munkaerőfoglalkoztató ügynökségek weboldalán keresztül nyújthatják be igénylésüket, három csoportnak, a Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökségekhez kell fordulniuk ebben az ügyben. Azokról van szó, akik nem egyéni munkaszerződéssel rendelkeztek. Ide tartoznak az egyéni, valamint a családi vállalkozók, a fogászati rendelők vagy a pszichológiai, illetve más kabinetek alkalmazottai. Egy másik csoport azoké, akiknek szerzői jogdíjból származó jövedelmük volt, írók, művészek, fotósok. A harmadik kategóriát pedig a sportklubok nem egyéni munkaszerződéses alkalmazottai képviselik. Az ő esetükben tehát a Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökségeknél kell igényelni a kényszerszabadságot elektronikus módon. Tájékoztatott április 1-én délelőtt videóbejelentkezésben Hargita megye tanácsának elnöke is a lelnöke. Ennek az oldalnak a honlapján
fent van már egy direkt erre a célra létrehozott elektronikus e-mail cím, hiszen ezeket a kéréseket mind elektronikusan kell benyújtani, és ezek a kérések egyöntetően kell tartalmazzanak egy saját felelősségre egy nyilatkozatot, kell tartalmazzanak típusnyomtatványt kitöltve, ami a kérést jelenti, és kell tartalmazzanak más dokumentumokat is, mint például a bankszámla szám, hiszen mindenkinek utalva lesz a bankszámlára a pénz. Az ügynökség képernyőn látható weboldalán az igénylések fogadására szánt e-mail címet találnak az érdekeltek. Ide küldhetik tehát a napokban az imént felsorolt iratokat. Április első napjaiban lehet az igényeket benyújtani, és legtöbb 10 napon belül fognak válaszolni, és utalják is a pénzt. A mai sajtótájékoztató alapján, amit a munkaügyi miniszter asszony tartott, igyekeznek minél operatívabban dolgozni, és mivel nem lesznek most ellenőrzések, ezért a bizalomra és a jó hiszeműségre épül ez a tevékenység, hiszen tudják, hogy nagyon sok munkavállaló és nagyon sok munkaadó nehéz helyzetbe került. Az ellenőrzésekre azonban valamikor még sor kerülhet, ezért fontos, hogy azok igényeljék a kényszerszabadságot, akik esetében az jogos. Felhívnám a figyelmet arra, hogy mivel Európai Uniós forrásokból fedezi ezt a román kormány, ezért nagy felelősséggel kell bánni ezekkel a lehetőségekkel, és nagy felelősséggel kell élni, és ezzel azok vegyék igénybe, akiknek ténylegesen az aktivitásuk vagy részlegesen, vagy teljesen a járványügyi helyzet miatt leállt, és biztos vagyok benne, hogy az utólagos időszakban lesznek ellenőrzések, lehet, hogy azok, akik most csak egy olyan lehetőséget látnak ebben, hogy könnyen pénzt szerezni, azoknak többe kerülhet, hogyha tényleg nem a jelenlegi helyzet okozta problémák miatt kellett a tevékenységüket csökkentsék. Hargita megye tanácsának gazdasági igazgatósága, illetve Székelyudvarhelyen a Hargita Business Center inkubátorház ügyvédekkel, közgazdászokkal ingyenes jogi és gazdasági tanácsadást biztosít minden vállalkozónak, aki felkeresi őket. A megyei önkormányzat arra kéri a cégeket, éljenek a kényszerszabadság lehetőségével, ne küldjék alkalmazottaikat munkanélküli segélyre. Arra kérik a cégeket is, hogy egyből ne küldjék el az embereket munkanélküli segélyre. Ha egyetértenek a munkavállalók, akkor 75%-os támogatás, kényszerszabadságos, tehát a somás technik szabadságot vegyék igénybe. Próbálnak beszélni egymással, hisz legfontosabb az, hogy azért munkahelyet ne vesszenek el, és az, aki most nem is tud dolgozni, kényszer körülmények miatt legyen lehetősége. Ahogy véget ér ez a járvány időszak. Közben Violeta Alexandru munkaügyi miniszter megerősítette, hogy a kényszerszabadságra küldött alkalmazottak juttatását nem a vállalkozónak kell fizetnie. Azt az országos bruttó átlagbér legfeljebb 75%-ának megfelelő szintjéig teljes egészében az állam utalja. A kényszerszabadságra küldött alkalmazottak juttatását fedező állami alapokról szóló sürgősségi kormányrendelet március 30-án este jelent meg a hivatalos közlönyben. Még egyszer röviden, hogy mik voltak ma a fontosabb témák. A helyi költségvetésből szerzett be aszfaltozógépet az önkormányzat, az üzembe helyezésre azonban várni kell még. Elsőként mosógépet és ruhaszárítógépet adtak át a mentőszolgálatnak, a Segítsünk a Gyergyói medence lakóinak szolidaritási alapból. Fegyelmezetten vegyünk részt a barka szentelésen, ne menjünk ki az utcára vagy a tömbház elé, ezt kéri a hívektől a főesperes. Köszönöm a Napszemlének szentelt figyelmet, ne menjenek sehová, mert azonnal jövünk vissza a külön kiadásban.